Hi mindenkinek! Ez itt a Megawatt első adása. Mint azt bizonyosan tudjátok, már az Húzda és az Alter Ego mára múlté, és helyette egy sokkal színesebb és királyabb műsort láthattok majd itt, a Viván. Tényleg véleményetek szerint mit akartam kérdezni? A következő néhány percben a punk, illetve a punk rock fanatikusai örülhetnek, hiszen láthatjátok már a végre vala. Nos, azt hiszem, hogy bátran állíthatom, hogy... Mondom, hogy egy fekete melltartó jelzik rá ezeket a tényleg. Elég hardot! Mióta léteztek? Hogy alakultatok? 2 éve alakult a zenekar. Nem voltunk egy kocsmába, törzseink jó be***szunk, aztán úgy gondoltuk, hogy most rockstárok leszünk. Rokus múlt héten a Megawattban debütált videoklippetek. Mesélj róla minden fontos tudnivalót nekünk el. Igen, ez egy. Mesélj nekünk fontos tudnivalót. Jó, még egy. Rokus, múlt héten debütált. Rokus. Micsoda? Nem vagyok hülye. Nem a nem. Az előbb... A sztetik... A sztetikek... Nem, azt el akartam neked mondani, hogy az így jó-e. A sztetikek... Na szóval a sztetikek interjú előtt... Ti... Omám, meséld el, légy szíves, hogy milyenek voltak a tapasztalatok az első... Közeljövőben fog elkészülni a honlapunk, aminek a címe Porno69. Közeljövőben fog elkészülni a honlapunk. Most pedig következzenek a válogatott pletyka, illetve információ halmazok a rockzene világából. Azt! Hogy milyen arc az Olivér? Egy normáltalan vasi, mint az összes vasmegyei állat. Olivér nem tud kérdezni. Se alany, se állítmány. Csinálj valamit magad, Olivér, komolyan mondom, gyere vissza hozzánk, szeretünk örökre. Ő szerintem egy több volt, mint egy ilyen úgymond riporter, mert akárhányszor csináltunk, erre többek már itt tanúk, de állandóan óriási hangulat volt, meg amellett is rengetegszer összefutottunk, és rengeteget buliztunk. Akárhányszor újra kellett vágni, valamit mindig egészen más formában mondta, és mindig olyan jót lehetett rögni rajta, mint az első verzióján, és ugye ez tetszett. Iszonyatosan szimpatikus, közvetlen arc. Emlékezni fogunk rá mindenképpen. Oliver, először szerettük volna fejbe rúgni, de utána megszerettük. Még egyszer Hollywood Rose koncertre is elmentem a kedvéért. Nem tudom miért. Hát folyamatosan lakja a hülyeséget, persze. Mindig ökörködik és olyan hasonlatokat használ, amiket én még nem hallottam, úgyhogy kemény. Kemény arc. Hát egy kemény gyerek. Aggódom kicsit érte, hogy elmegy, de hát biztos meg fogja csinálni a szerencsét, mert talpra esett forma. Valamelyik múltkori műsorban volt egy megszólalása, amin azóta is röhögök. Amikor egy basszusgitáros lánytól megkérdezte, aki egy fiú zenekarban játszott, hogy és kaptál-e már celebet csomagban? Ez így megragadt mostanában. Az a baj, az szerintem egy túlzottan visszahúzódó.
Ezen kéne a jövőben egy kicsit fejleszteni magát. Amikor a születésnapi bulimon, arról inkább nem beszélnék, hogy ott mit műveltünk, tehát a lowrider, agyonbulizásos, csikános, hungary lowrider team az ott volt a szeren, az biztos. Imádom, nagyon nagy testvérem, majd le fog jönni hozzánk, aztán megmulatunk Gárdonyba. Nélküle nem tudom, milyen lesz a megavat, de nekem mindig hiányozni fog, őszintén mondom. Az első találkozásom Olivérrel azért volt különleges, mert még a válogatáson találkoztunk, amikor én bekerültem a céghez, de még közel sem voltam, tehát olyan helyzetben, hogy egyáltalán bármi szanszom legyen arra, hogy bekerülök, és ő odajött, és így kis tesó, hogy is hívnak? Hát mondom, szia, Geri vagyok. Rajtad látom, hogy be fogsz kerülni, a legrajabb vagy, nyomjad. És utána bekerültem, és odajött hozzám, és látod, én megmondtam. Ő volt egyébként az első legközvetlenebb arc így a cégem belül, úgyhogy ezért hálás is vagyok neki nagyon. Iszonyat hiú arcnak tartom, viszont nagyon viccesnek, egy igazi slang junkie-nak, aki nem bírja ki, hogyha nem ő mondja a legfrissebb hülyeségeket, de a legdurvább az, hogy mennyire hiú fiú létére, a legjobbakat ezen röhögtem, amióta ismerem, azt el kell mondjam. Meg az őszintességi rohamain. Borzasztó, borzasztó ember, imádjuk. Új cipőt vett, és megkérdezte, hogy illik-e a fölsőjéhez. Másnap meg a parfümjéről diskuráltunk egy laza 15 percet. Hát volt, hogy egy céges bulin indítottunk, és onnan hát az éjszakát körbejártuk. A felére nem emlékszem, de életre szólt. Az nagyon vicces volt, hogy egymást váltottuk a Sziget nagy színpadon, mint műsorvezetők, és én nem tudom, hogy megijedte a feladattól, de mindegy, lebetegedett. Tehát, hogy az ő napján is, amikor a legdurvább zenekarok voltak, nekem kellett fölmenni konferálni. Ennyi. Állítólag hasmenése volt. Nem tudom. Volt egy zseniális kalauzos sztoria, ami szerintem nem hiszem, hogy így valaha így megjelenhetne tévébe, de majd mindenki kérdezze meg tőle. Sose felejtem el, ült az asztal főbe az a***be, és így egy ilyen egész tengernyi sztorit így ránk szalajtott, és akkor volt a végén ez a bizonyos kalauzos, tehát a 24-es villamos, hogyha lehetett az, a sztori zseniális. Sírtam. Olyan szintű kisugárzása van, és egyszerűen nem tudok szavakat mondani, egyszerűen hülye, mint mi, tehát ennyi. Csapathatom? Hölgyeim és uraim, a mai megavattunk első vendégében egy bemutatkozó Hölgyeim és uraim, itt a megavatban vendégül látom most Zala megye legkonokabb, legálnokabb, legdörtibb brutalitását. Zala megye legaljasabb hordája, legelvetemültebb, legkonokabb csoportosulását látom vendégül itt. Ők nem mások, mint a Monasteri. Zala megye legkonokabb, legelőre megfontoltabb, ganajabb és alávalóbb. Nem úgy, nem ez az, hogy ez... A ma este 10 óra mindannyiunk számára imát jelent. Most azonban jöjjön Matlári Miki Álmok nevű bandájának a klipje, ugyanis a Greens... A Greens! Mi az a Greens? Rendelkeztek két nagy lemezzel, ugyebár? De még mielőtt... Nem. Nincs még egy. Jó van, akkor Mali. Légy szíves, vedd át a stafétabotot, de ne fogd meg a mikrofon. Miről beszélgetünk? Ja, szövegekről. Illetve december 27-én Szombathelyen fogunk játszani. Ezt még ne mondd be. Ez még nem biztos ez a buli, nem? Na beszélgessünk egy picit, ugye legutóbb, amikor... Nem hiszem el, mert sutyó vagyok. Most kapcsoltam ki ezt a bu... Tényleg. Engem is hívnak. Figyelj, leraklak! Ózikfilon ezt, itt vagyok. Éppen interjú közöttem. Ja, pont most csináljuk az interjút azon. Interjú közöttem, mind a kettőnket pont most hívtak. Figyelj, hívjál már fel. Van olyan opciót, hogy amikor berak... Tehát amikor küldesz egy SMS-t és bekapcsolom, fölhívsz? És most honnan szerezzek almát szerinted? Be kéne ide hesszelnünk, úgyhogy el is rántom gyorsan az ajtót. Tadá! Alvin, megmondom őszintén, hogy inkább az valahogy az jön a számára, hogy Harry Potter, amikor téged meglátlak. De csak barátságból tudod. Ezúttal is best of adást tartunk majd, csak azzal a különbséggel, hogy az év második felének a legjobb pillanat így gyűjtődne. Október 30-án lát napvilágot a vadonatúj Slipknot...
Csak megindult velem az asztal. Jódát még egyszer ismertesd velünk, légy szíves, a helyszín időpontját, illetve a helyszínét, de mekkora ság. Ismét előhozzátok a régi dolgokat, és újra nyomul a Sex Action. Mi a f***ot akartam mondani? Annyira belekavarodtam. Akkor hogy? Hogy? Illetve a Megawatt Extrában csupa-csupa olyan klippet nézünk majd meg, amik 1900... Itt színáltra klippel jövünk a reklám után. Ezzel fogunk forgatni egy klippet, ami meglehetősen érdekes lesz, mert körülbelül az a feeling lesz, mint a régi Chaplin filmeknek, tehát ügyesen fog mozogni benne, így pörgünk, mint az őrület. Nagyon finom lesz. Ti is gondolom, földobjátok majd a hangulatot direktelesésekkel, meg ilyen különböző halálra maszkírozott. Azaz, tortadobalás, cilinder, meg görbebot, és egyebek, nagyon igen, szép. Igen, meg lesz. Ilyen szőrös Sasza leönti magát sörrel. Sasza kugyozik, és Sasza hát azt szerintem ezeket... Várunk mindenkit szeretettel, Sasza énekelni fog, de... Srácok, örülök, hogy itt voltatok, és remélem, hogy nem várunk majd még legközelebb is 3 évet, mire legközelebb találkozunk. Szerintem vigasztalodnunk kéne még hozzá a szombati amerikai headliner zenekarával a Volt Fesztiválnak, amely nem más, mint a Silvery Corporation. Úgyhogy most az következik! Mi a te üres mutatok? Boldog szüli napot! A testvéreim. De várjál, tévévágod? Kenem, de azért ezt most ide fordítom, hadd nézzem már meg. Oliver, soha nem voltál még ilyen vörös. Éljen, hurrá! Tapsoljuk meg! Bruder! De most erre mit mondja? Többet nem kell emelned a bányába, tesó. Hát igazából meghatottam, na, most mit mondjak? Köszi, na! Köszi! Mindenkinek köszönöm, aki a Viva Televíziónál dolgozik, hiszen én pontosan egy nehéz eset voltam ennél a cégnél, és... Dehogy voltam nehéz eset. És köszönöm, hogy mindenki kitartott mellettem, és mindenkinek volt türelme hozzám, mert hogy ez pontosan egy olyan dolog, amihez türelem kell. Az utódomat mindenféleképpen kezeljétek úgy, ahogy engem is, és szeressétek ugyanúgy, ahogy engem is. Legalábbis, hogyha engem szerettetek, bár nem hiszem, de hát azért mindenféleképpen tényleg jó arc lesz. Hogyha engem kamáztatok, őt is fogjátok. Úgyhogy ez a lényeg. Ennyi volt már a Megawatt. Kedreste 10 órától ismét jelentkezik majd egy új adással, úgyhogy peace.